Ez a parlamenti ülésszak nem úgy indult, ahogy a Fidesz-el tervezte. Távozó elnök asszony munkáját tisztelettel megköszönöm. Az ellenzéknek most először volt lehetősége szemtől szembe ráolvasni Orbán Viktorra a kegyelmi botrányt. Miért Orbán Viktor a felelős a pedofil botrányért is, a pedofil hálózatért is? Ugye értik, hogy miért undorító ő is és rendszere is? Mindenki beáldozható, csak magának ne kelljen felelősséget vállalni, bocsánatot kérni és magyarázkodni. Szégyeljék maguk! Más kérdés, hogy a Kossuth téri tüntetés alapján nem úgy tűnik, hogy az ellenzékben túl sok erő lenne most. Hogy miért vagyunk itt kevesebben, mint a múlt heti nagyszerű pénteken. Közben pedig egy újabb súlyos ügy mutatja meg a magyar állam teljesítményét. Azért tudott megszökni a házi erőzetből, mert októberben és novemberben az országban a teljes nyomkövető rendszer leállt. Több mint két héttel telt Novák Katalin és Varga Judit lemondása óta, de Orbán Viktor továbbra se tudja elérni, hogy ne erről az ügyről kelljen beszélnie. Egyértelmű, hogy most nem ő határozza meg a politikai napirendet, még mindig a kegyelmi botrányra kell reagálnia, így tett a parlamenti idénynyitón is. Az elnökasszony lemondásának oka egy olyan kegyelmi döntés volt, amelyben csak egyféleképpen lehetett volna dönteni, el kellett volna utasítani, nem ez történt, ezért a lemondás helyes volt. Magyarországon a gyermekvédelem ügyében zéró tolerancia uralkodik. A gyerek abszolút, teljes körű védelmet élvez. Az elkövetőt meg kell büntetni, a büntetést pedig le kell tölteni. Hogy a magyar állam számára mennyire fontos a gyerekek védelme, arra még később visszatérünk, de most kapcsoljuk újra a parlamentet. Aki nevelőként nem a gyermek pártját fogja, annak nincs mentsége, és nem számíthat kegyelemre Magyarországon. Úgy tűnik, az emberi ítélő képesség itt nem elegendő. Az ellenzéki pártok frakcióvezetői ki is használták a lehetőséget. Itt ül velünk szemben Magyarország első pedofil barát miniszterelnöke. A mai napig hiába várjuk, hogy valaki az önök oldaláról, a végrehajtó hatalom részéről, a felelősök közül bocsánatot kérjen az áldozatoktól. Az ország köszönettel tartozik azoknak a szavazóknak, akik korábban a Fideszre szavaztak, mert egy telefonos közvéleménykutatással megbuktattak egy köztársasági elnököt, meg egy igazságügyminisztert. Miniszterelnök úr, az a baj, hogy egyre nehezebb komolyan venni azt, amit mond, ugyanis most már sokadjára bizonyítják be azt, hogy egészen más cselekszenek, mint amit mondanak. Nem véletlenül mondják most önökre, hogy pedofidesz. A Momentum új frakcióvezetője, Bedő Dávid, ki is öltözött erre az alkalomra, ezt pedig a KDNP Simicskó István nem is hagyta szó nélkül. Maga azt gondolta, hogy el van intézve annyival az ügy, hogy belökte a busz alá Novák Katalint és Varga Juditot. Köztársasági elnöknek, volt miniszternek és parlamenti képviselőnek kell buknia azért, hogy maga ne bukjon meg. Bedő képviselő úrnak egyszer pólóba bejön ide, nem adva meg a tiszteletet a háznak sem. Ennek a helynek van egy szellemisége, ez a Magyarországgyűlés, tisztelt képviselő úr. Kocsis Máté aztán elkezdte visszaterelni a felelősséget az ellenzék felé. Azért önöknek van bőr az arcukon, az biztos. Serpenyő gyártó cégek a könyörögnek a technológiáért, az ma biztos vagyok. De ezzel még csak feldobta a labdát, amit aztán igazán Orbán Viktor csapott le. A pedofil bűncselekményt elkövető gyermekotthon vezetőt önök 20 évig a helyén hagyták, vele szemben semmilyen vizsgálatot, de legalábbis következménnyel járó vizsgálatot nem végeztek, és önök a helyén hagyták. Ezzel az emberrel szemben 2011-ben már megindítottuk az első rendőrségi eljárást, amit a mostani vizsgálat föl is tár majd, hogy miért nem vezetett sikerre, majd nem törődtünk bele ebbe, és másodjára is megindítottuk a vizsgálatot, és az, akik önök nem zártak börtönbe, azokat mi zártuk börtönbe. Ezekkel az érvekkel viszont súlyos problémák vannak. A miniszterelnök azt mondja, hogy 2016-ban ők voltak azok, akik nem hagyták annyiban az ügyet, de hát 2016-ban az történt, hogy egy bicskei áldozat bement a rendőrségre feljelentést tenni, miután egy társa öngyilkosságot követett el. Nem a kormány volt az, ami nem hagyta annyiban az ügyet, sőt, 2016. augusztusában még állami kitüntetésre terjesztették fel Vásárhelyi Jánost, a bicskei gyerekotthon volt igazgatóját, és ezt Orbán Viktor is aláírta. A
pedofil bűncselekményt elkövető gyermekotthon igazgatót önök először kinevezték, utána 20 évig otthagyták, majd a 10-es kormányváltás követően mi börtönbe zártuk. Ez az alaphelyzet. Eközben pedig egy újabb, nagyon súlyos ügyről jelent meg cikk a 444-en. Ács Dani arról írt, hogy tavaly ősszel hetekre leállt a rendőrségi nyomkövető rendszer. Azok, akik házi őrizetben voltak, és akiknek lábbilincsel ellenőrizték a mozgását, feltűnés nélkül el tudták hagyni a számokra kijelölt zónát. Köztük volt egy férfi, aki a gyanú szerint szexuális erőszakot követett el a rábízott gyerekekkel szemben. Információink szerint ez úgy történt, hogy van egy szerver, ami folyamatosan gyűjti az adatokat ezekről a lábbilincsekről, nyomkövető eszközökről, és ez a szerver ez egyszerűen megtelt, és mivel a rendőrségnek nem volt megújított support szerződése, nem volt, aki törölje az adatokat, a szerver megtelt, a rendszer leállt, és ezt nem tudták helyrehozni. Ezt az egész rendszert a rendőrség a nyár folyamán úgy döntött, hogy lecserélik. Fél éve ennek meg kellett volna történnie, mégse történt meg. A mi információink szerint azért, mert egyszerűen leállították ezt a beruházást. Teljes mértékben a felelősség a belügyminisztériumé. Tehát ezt a rendszert, ezt ők üzemeltetik, a régi rendszert is ők üzemeltetik, az új rendszerre, amit még nem vásároltak meg nem állt föl, arra ők írták ki a közbeszerzést. Ez Pintér Sándorék felelőssége. Viszont az, hogy lezárt közbeszerzése megérkezzen a pénz, az meg a kormánynak a felelőssége. Hogy miért állt le a rendszer, és mit mond az ezért felelős belügyminisztérium? A belügyminisztérium kitérő választ adott azzal kapcsolatban, hogy mi történt a nyomkövető rendszerrel. Azt állítják, hogy technikai problémák előfordulnak, és ezt ők más eszközökkel tudják továbbra is ellenőrizni azokat, akik házi őrizetben vannak. Ugye ezzel két probléma van, egy, hogy mint látjuk, ahogy a mellékeltábla mutatja, nem tudják valójában ellenőrizni, hiszen egy pedofil bűnöző elszökött, és máig nincsen meg. A másik, amit állítanak, hogy ez egy technikai hiba. Az nem technikai hiba, hogy a szerver megtelt, ez emberi hiba, mert a szerverről nem lettek törölve az adatok, a szerződés nem lett megújítva, a rendszer nem lett lecserélve, ezek emberi hibák, ezek nem technikai hibák. Tehát én szerintem nem mond igazat ebben az ügyben a belügyminisztérium. Orbán Viktor egyébként múlt pénteken a Kossuth Rádióban így fogalmazott. Nézd, Magyarország egy erős ország. De nem csak az ország erős, hanem az ellenzék teljesítménye is. Vasárnap a Kossuth téren tartottak tüntetést a kegyelmi botrány miatt, és hát nem lehetett nem észrevenni, hogy mennyivel kevesebb embert tudnak megszólítani, mint a youtuberek a Hősök terén. Tudósítónk erről kérdezte a résztvevőket. Mit gondol arról, hogy tartalomgyártók sokkal több embert tudnak megmozgatni, mint mondjuk most politikai pártok ezen a tüntetésen? Elgondolkoztató. Sokan voltunk, de nem gondolom, hogy feltétlenül elértük azt a célt, amit például mi itt ezzel a transzparenssel el szeretnénk érni. Ide mindenki odaállt, aki nem pártak azok is. És azáltal nem beszélve a fiatalokról, hogy az azért az Azarina név, bármennyire nem volt ott, vagy nem adott koncertet, azért csak húzta az embereket, főleg a fiatalokat. Ha a politika mögé beállna az a tömeg, ami ott volt, mert csak úgy lehet változtatni. Nagyon jó, hogy ott voltak politikamentesen, és lehet folytatni, eljönni ide, és a rendszert leváltani, mert anélkül nem fognak tudni a civilek se érvényesülni, ez kiderült az elmúlt több mint egy évtizedben. Az a véleményem erről a távolságtartásról, hogy finom legyek, hogy ez egy nagyon szándékos manipuláció, aminek az áldozatai a civilek és a pártok. Másként nem lehet változtatni a mostani helyzeten, csak abban az esetben, ha mindannyian egyet akarunk. A fiataloknak új arcok és hiteles emberek kellenek, és az most nagyon kevés van. Azt hiszem, hogy ez egy visszajelzés a pártoknak. Arról mit gondol, hogy most ennek a tüntetésnek a hivatalos célja ugye a közvetlen elnökjelölt választás, hogy ez egy jó cél, hogy most emellett kampányol ennek az ügynek a kapcsán az ellenzék? Hát javaslom a kamerának körbejárni, és akkor mindjárt látja, hogy ez nem jó cél, a gyerekek a mi közös ügyeink. Ezt a kérdést a tüntetést szervező politikusoknak is feltettük. Szerintem erősítik egymást. Vannak civil szervezetek, akiknek az a feladata, hogy felerősítsék azoknak a hangját, akiknek a politika esetleg nem hallja meg, hogy az áldozatoknak a hangját eljuttassa hozzá, és van a politika feladata, hogy ezeket a hangokat, ezt az elégedetlenség, ezt a felháborodást, ezt cselekvéssé alakítsa, politikai cselekvéssé. Nem fog Orbán pedofil rendszere megbukni akkor, hogyha ezt nem tudjuk megtenni. Számítottunk rá, hogy lényegesen kevesebben lesznek itt. És ennek két oka van. Magyarországon
mindig is volt egy olyan tömeg, aki az elmúlt 20, majd az elmúlt 30 évet szeretné kidobni a kukába, csalódott a rendszerváltásban, csalódott az uniós csatlakozásban, csalódott ebben a kormányban, abban a kormányban. Ez mindig is ennek volt egy tömege. Aztán vagy elmegy szavazni, vagy nem. A másik pedig az, és ezt tartom lényegesebbnek, hogy a 22 óta, a választások óta tartó marakodása, veszekedése az ellenzéki pártoknak, ez okozta valójában, hogy nem voltak annyian, amennyien lehettek volna. És a mostani tüntetéssel kapcsolatban nem merült fel, hogy azzal, hogy sokkal kevesebben jelennek meg, mondjuk ezen az eseményen is elveszik az élét a múlt heti tüntetésnek? Nem, éppen ellenkezőleg, tehát annak örülni kell, amikor megterik a Kossuth tér és sok ember összejön. Azért az, hogy megtöltötték volna a Kossuth teret, nagyon erős túlzás. Azt hiszem, hogy az elkövetkezendő napokban, hetekben, hónapokban azt fogják látni, hogy nagyon sok tüntetés lesz. Nem csak itt a Kossuth téren, és nem csak most, amit a pártok szerveztek, hanem fognak a pártok külön is szervezni a karmeliták elé. És ezek öltetnek akkora méretet, mint mondjuk a múlt heti tüntetés? Ezek összeadódnak, ezeknek az ereje összeadódik. Az ellenzéki pártok akkor fogják visszanyerni a vonzerejüket, amikor valódi összefogás fog megvalósulni. A 2022-es összefogás nem volt valódi. Sem a miniszterelnök jelölt, sem a benne résztvevő pártok nem érezték igazán magukének, pedig az erő az egységben rejlik. Nem akarom, hogy folyamatosan Orbán legyen. Valahol nekünk valamilyen módon ki kellene egyezni. Szükségünk van egymásra. A helyzet tehát továbbra is az, hogy van egy óriási felháborodás hullám Magyarországon, amit a kormány eddig a szokásos eszközeivel még nem tudott kezelni. Viszont a létező ellenzék még ebben a helyzetben sem jelent valós alternatívát sokak számára. Azok viszont, akik tényleg nagy tömegeket tudtak megszólítani, nem vállalkoznak politikai képviseletre. Közben pedig a kormánymédiában már elhangzott az is, lehet, hogy műbalhé az egész. Tehát Gyurcsány tulajdonképpen újfent meghirdette a szuper baloldali összefogást, és annak érdekében használta fel az egész pedofil balhé, műbalhét, mert egy műbalhé, annak érdekében, hogy ha nagyon-nagyon veszélyes ellenség támad meg minket, akkor félretesszük a különbséget, hogy összefoghassunk. Köszönjük a figyelmet az egész stáb nevében. Ha fontosnak tartod a munkánkat, akkor kérjük, hogy iratkozz fel a csatornára, és ha teheted, legyél a 444 előfizetője.